és ha megtörtént, hogy kezelni tudja ezt a kérdést. Ebből következően az adataink szerint a kincstár által számfejtett közel 700 ezer foglalkoztatott közül mintegy 2500 foglalkoztatottat érintett ez a probléma, január és február hónapra is visszamenőleges rendezést fognak kapni, és hozzájutnak megérdemelt bérükhöz. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválasz illeti meg a képviselő urat. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a válaszát, államtitkár úr, és nagyon fontosnak tartom, hogy lezajlódjon az a vizsgálat, és tényleg minden részletében áttekintse a kormányzat, illetve az államkincstár is, hogy hogyan fordulhatott mindez elő, illetve az is nagyon fontos feladat lesz, hogy mindenféleképpen ezeket a hibákat, problémákat elkerülendően a jövőben nagyobb odafigyeléssel és nagyobb körültekintéssel végezzék el azok a munkájukat, akik ezzel a programért, vagy bérszámfejtésért, vagy jogi értelmezésért felelősek. Köszönöm szépen a válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, államtitkár urat élni óhajta az egy perces viszontválasz jogával. Igen, megadom a szót. Köszönöm. Államtitkár úrnak. Nekem csak az egy mondat maradt, hogy én továbbra is arra kérem a képviselőket, hogy figyeljék figyelemmel ezt a változást. Egy új adórendszer bevezetni nem egy egyszerű dolog, ezt mindannyian látjuk. Mindannyiunk érdeke és mindannyian azt szeretnénk, hogy az új adórendszerrel mindenki jól járjon. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Varga László képviselő úr, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Hogyan kíván a kormány munkalehetőséget biztosítani a legrászorultabbaknak? Címmel. Mint ahogy már az eddigiekben is hallhattuk, a miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadást a Cséfalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Képviselő úr, elfogadja a válaszadó személyét, parancsoljon öné a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Önök 10 év alatt 1 millió új munkahelyet ígértek az országgyűlési választási kampányban. Most eltekintenék attól, hogy nyilván nem 10 évre szokás kampányígéreteket megfogalmazni, hanem 4-re, vagyis 400 ezer munkahelyet ígértek erre a 4 évre, amit persze a minisztere utólag 300 ezerre módosított. Mégis ez 9 hónapja történt, hiszen már 9 hónapja kormányoznak, és a folyamatok ezzel ellentétesek. Hiszen a januári adatokból elég egyértelmű, hogy 684 ezer fős munkanélküliség ebben az országban a válság mélypontjától is magasabb, hiszen tudjuk jól, hogy egy nagyon komoly gazdasági világválság sújtotta Magyarországot 2008-tól kezdődően, de még ebben az időszakban sem volt ennyire magas a munkanélküliség, sőt, egyetlen hónap alatt, egyik hónapról a másikra 93 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma Magyarországon. Mi lehet ennek az oka? Egyrészt ugye a különadók rendszere, itt elmondtuk, hogy az áthárítás mellett és a fejlesztések leállítása mellett a munkáltatók elbocsátásokkal is élhetnek az új évben, és ez meg is történt, erre több esetet is be tudunk sajnos mutatni. És hát nagyon fontos, hogy a igazán növelő tényező ebben a tekintetben a közmunkaprogram, a közfoglalkoztatás rendszerének szétverése volt. Különösen azokon a megyékben és azokon a térségeken érintette érzékenyen ez a kérdés, ahol egyébként nincs más útja a foglalkoztatásnak. Kelet-Magyarországról, Észak-Kelet-Magyarországról beszélek, ahol a rendszerváltás óta a munkaerőpiac helyzete olyan, amilyen, ezen sokan próbáltak meg segíteni, de ennyire komolyan ártani még senkinek nem sikerült ebben a tekintetben. Tehát az adórendszerük igazságtalan, a társadalmi egyenlőtlenségeket növeli, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy sok százezer ember nem tud dolgozni még akkor sem, ha akar ebben az országban. Hogyan kívánnak ezeknek az embereknek önök munkalehetőséget biztosítani? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót a válaszra. Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak, parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ugye mindig ennyien tudjuk, hogy a munkanélküliek száma az azt jelzi, hogy éppen a munkaerőpiac aktuális változásaiból mennyien esnek ki az elsődleges munkaerőpiacról. Ez egy átmeneti állapot, és természetesen nyilvánvaló, hogy azért jelzi a gazdaság állapotát is. Éppen ezért, ahogy kérdésében is megfogalmazta,
a leghátrányosabb helyzetűek támogatását segíti elő az a közmunkaprogram, amit a kormány az év elején elindított. Ez a közmunkaprogram szélesebb lehetőséget biztosít, számításaink szerint közel 200-240 ezer főnek biztosít munka lehetőséget, éppen azért, hogy ez az átmeneti állapot számukra megoldódjon. Azt azonban tudnunk kell, hogy a valódi megoldás az nem a munkaerőpiaci eszközökön, vagy a közvetlen munkaerőpiaci eszközökön keresztül visz. A valódi megoldás az államháztartás stabilitásának biztosításán keresztül visz, az adócsökkentésen keresztül visz, az adminisztráció egyszerűsítésén, a duális képzésen keresztül, a külső források, vagy az uniós források sokkal racionálisabb felhasználásán keresztül, tehát az új Széchenyi terven keresztül, ezek együttesen hozzák meg azokat a hatásokat, hogy Magyarországon a munkahelyek száma növekedjen, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Az nem érdeke a magyar gazdaságnak, hogy tartósan tartsunk benne embereket a második vagy másodlagos munkaerőpiacon, ahol a munkahelyeket csak az állami támogatás tartja fenn. Tehát az az érdekünk szerintem mindannyiunknak, hogy olyan munkahelyek lőjenek létre, amik a piacon is megélnek, nem tagadva annak nyilvánvaló fontosságát, hogy akik épp most a munkanélküliség pillanatában vannak, azok számára is segítséget kell nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most egy perces viszontválaszra Varga László képviselő úrnak adok szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát államtitkár úr, önök frakciójában sem volt osztatlan sikere a válaszának. Mégpedig azért, mert nagyon nehéz ezt nekem tolmácsolnom, akár Borsod megyével, vagy bárkinek Kelet-Magyarországon, ugyanis hát persze, hogy a másodlagos, ilyen típusú foglalkoztatási lehetőségek mindenképpen másodlagosak, hiszen az a legfontosabb, hogy a elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjen valaki, de hát ha nincsen rá lehetőség, államtitkár úr, az a probléma, hogy olyan válság által különösen sújtott területek vannak ma Magyarországon, ahol ezeket a munkahelyeket nem helyettesítheti semmi. Tízezrek kerültek így utcára, olyan emberek, akik majdnem egész éven át tudtak dolgozni, kenyeret tudtak tenni az asztalra otthon a családjuknál, és ma ezt nem tudják tenni. Ebben a térségekben, például Abaújban már nappal is törtek föl boltot, hiszen itt az emberek már konkrétan éhesek, és a saját családjukat szeretnék fenntartani. Én azt mondom önnek, és ezt ajánlom, hogy addig állítsák vissza a közfoglalkoztatás rendszerét, amíg nem tudnak valódi munkahelyeket teremteni, mert egyelőre úgy látom, hogy nem tudnak. A válaszát nyilvánvalóan nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, egy perces viszont válasz illeti meg államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr. Tehát úgy látom, mindketten ugyanazt a problémát szeretnénk megoldani, azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy ebben az esetben is adófizető pénzének felhasználásáról van szó. És adófizető pénzének hatékony felhasználásáról. Az a szisztéma, amit önök működtettek, az Út a munkában program, a sajnos nem volt hatékony. Tehát az a feladatunk, hogy egy hatékony rendszert hozzunk létre, amelyik a forrásokkal hatékonyan gazdálkodik, az új közmunkaprogram ennek megfelel, ki is szélesíti a közmunkaprogramban résztvevők számát, és hát valóban azt szeretnénk, hogy az ön által említett térségekben is lehetővé tegyen, hogy mindenkinek legyen valamilyen foglalkoztatása. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés! Pörzse Sándor képviselő úr, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Mi a különbség a szalámilopás és a közpénzlopás között? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Halász János államtitkár urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Természetesen elfogadom, bár a kérdésem inkább Szőcs Gézához irányult volna, de mivel általános jelenségről van szó, azt hiszem helyén való. Köszönöm szépen, képviselő úr, és akkor meg is adom a szót önnek a kérdésének a feltevésére. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a fülkeforradalom létrejöhetett, abban igen nagy része volt az elmúlt 20 év liberális értelmiségének tombolásához. Talán ezért is mondta azt Orbán Viktor, hogy a liberális értelmiség kora lejárt, ez egyébként az első beszédei között volt, és egy új értelmiségnek kéne jönnie. Hát ehhez képest nagyon meglepett, amit Szőcs Géza a hétvégén nyilatkozott. Gyakorlatilag ő is beállt a boszorkányüldözőket kiáltó köré, ami ugye a filozófus pénzek furcsaságát illeti.
2004 és 2005 között 450 millió forintot adott ki pályázatra a Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal Magyar Bálint égisze alatt. Budai Gyula kormánybiztos elkezdte a vizsgálatot, egész egyszerűen azért, mert szerinte vélhetően nem feleltek meg a kiírásnak ezek a pályázatok. Ezután következett az, ugye, hogy Heller Ágnes végigrocsózta az összes televíziót, és azt mondta, hogy őt azért állítják pellengére, mert egyrészt zsidó, másrészt meg nem szereti Orbán Viktort. Hát kérem szépen, hadd mondjam el pontosan, hogy mikről van szó. Például az egyik pályázat 90 millió forintot nyert 2004-ben. Úgy, hogy a pályázati odaítélő bizottság elnöke saját magának adta oda. Aztán például a nyertesek listáján szerepel egy ilyen, hogy a határmesdjék a filozófia és tudomány az ókorban EU integrációval kapcsolatos pályázat volt, 89 millió forintot ítéltek oda. Hát ez tényleg boszorkányüldözés lenne? Ha valaki, mert fát lop, és azt mondja, hogy őt megtámadják, akkor őt azért támadják, mert cigány. Ha valaki közpénzt lop, vagy úgy csinál, mintha ezt elfogadná, bár lehet, hogy jogilag minden rendben van, akkor meg azt mondja, hogy őt azért támadják, mert nem szeretik Orbán Viktort. Miért kell ettől megijedni? Tehát összegezve az a kérdésem, mikor távozik a liberális értelmiség a magyar közéletből? Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr! Ha nem engem akart kérdezni, akkor is engem talál meg a kérdésével. Hát, hogy a közéletből ki mikor távozik, arról egyrészt a szavazók 4 évente nagyon fontos és pontos véleményt mondanak. Ez meg is történt most legutóbb. Ön a liberális értelmiséget kérdezte, hogy ők mikor távoznak a közéletből. Én úgy tudom, hogy a magyar liberális értelmiség pártjának mondták nagyon sokan a sajtóban és mindenhol az SZDSZ-t, és ez egyfajta közmegegyezésszerű dolog is volt ebben az országban. Hát most legutóbb a választásokon a magyar választók véleményt mondtak arról, hogy körülbelül hol látják a helyüket, hol látják ennek a pártnak a helyét a magyar közéletben. Ez megtörtént. Az ön kérdése persze ezen most túlmutat, ami nem feltétlenül a közéletről szól, hanem ha jól értem, olyan típusú állásokról, olyan közszolgálati megbízásokról, amelyek kapcsán ön azt gondolja, hogy az is a közélet része. Ezt tisztázhatjuk egymással, hogy éppen ezt hogy gondoljuk. Nem akarom nem megérteni az ön kérdését. Egy kicsit ön is most Alföldi Róbertezik is, hogyha jól gondolom, és egy kicsit gondol másokra is, akiket legutóbb akár interpellációban is szerettek volna önök megkérdezni, csak hát a kormánynak ehhez nincs köze, ami például független médiával kapcsolatos ügyekről szól, talán ön épp adott be egy ilyen interpellációt, de képviselő úr, engedje meg, hogy én a kormány felelős tagjaként azt mondjam önnek, hogy az elszámoltatási kormánybiztos, aki a kormány egy fontos a választási kampányban is vállalt elképzeléseit hajtja végre, az elszámoltatást. Nagyon jó, hogy dolgozik. Az, hogy a kormányon belül ezügyben milyen vélemények jelennek meg, akár államtitkár és államtitkár között, azt gondolom úgy lesz szerencsés, ha egymás között ők is tisztázzák. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszont válasz illeti meg a képviselő urat. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, államtitkár úr, és köztem szerintem az égvilágon semmi különbség nincs már, mint a gondolatainkban. Azért szeretném fölhívni egy-két tényre mégis a figyelmét. Azt a Heltai Pétert nevezték ki média mogulnak, aki éppen Szőcs Gézáról jelentett a Securitaténak. Azért ez elég furcsa. Aztán Súg György az önök választói szerint is szanaszét verte a Magyar Rádiót. Az utolsó nap 168 millió forintot osztott ki prémium gyanán, gyanús körülmények között, akárhogy akarjuk sem tudjuk elérni, hogy vizsgálják már végre meg, hogy ez hogy van. Erre most kinevezték filmmogulnak. Alföldi Róbertet ön is említette. És sorolhatnám azokat a liberális, tényleg nevezük így értelmiségéket, aki a mai napig is pestiesen szólva fújják a passzát szelet, de nem, hogy nem csak a passzát szelet fújják, hanem beállnak az önök soraiba. És erre próbáltam rávilágítani, amit egyébként értem, hogy ön is ért.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg az államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Az nem baj, hogyha értjük egymást, de én azért úgy látom és úgy vélem, hogy mindenben nem értünk egyet. Például ön említette Suk György esetét is. Hát ő nem lett filmmogul. Filmmogul nem lett, ilyen posztot nem ismerek az egész országban. Ő egészen pontosan azt a feladatot kapta, hogy tegye rendbe az állami filmstúdiók ügyét, szervezze újjá azoknak a filmstúdióknak a helyzetét, amelyeket a szocialisták vertek szét. Egyébként azon lehet vitatkozni, bizonyára önök ezt vitatják, ahogy látom, hogy a Magyar Rádiónál történt jutalmazások mennyire voltak szabályosak vagy nem. Ha önök úgy gondolják, hogy azok szabálytalanok voltak, akkor forduljanak az illetékes szervhez, ahová ilyenkor kell. Egyébként a Magyar Rádió ellentétben a köztévékkel nem volt veszteséges, és azt gondolom, mindnyájunknak az az érdeke, hogy Suk György is, ahol most dolgozik, végezze ezt a munkáját jól, ha már ez a feladata. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ercsei Katalin képviselőasszony, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Miért másztam négykézláb egy hétig egy 8. kerületi bölcsödében, avagy mikor szűnik meg a bölcsödik diszkriminatív finanszírozása címmel? Mivel miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt nem tud jelen lenni, válaszadásra Halász János államtitkár urat jelölte ki. Tisztelettel kérdezem a képviselőasszonyt, elfogadja-e a válaszadó személyét. Igen, látom, képviselőasszony elfogadja, most megadom a szót képviselőasszonynak, parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm szépen, és rögtön megnyugtatom államtitkár urat, hogy az első kérdésre én fogok válaszolni, önnek csak a másodikra kell. Azért dolgoztam egy héten keresztül gondozónőként egy 8. kerületi bölcsödében, és töröltem orrot, pelenkáztam, játszottam és etettem napi 8-10 órában 18 gyereket, hogy felhívjam a figyelmet a tarthatatlan állapotokra, amelyek a finanszírozás és a bérezés között körül kialakultak. Nem tudok minden anomáliát felsorolni, elő egy teljesebb anyagot fogunk átnyújtani önöknek. De egyet kiemelnék, azt, hogy az egyfőre jutó bölcsődei normatíva mindössze 32%-át fedezi a költségeknek. Hogyan lehetséges ez? Az óvodákkal ellentétben a bölcsődei normatívát nem a felvett, hanem az aznap megjelent kisgyermek után lehet lehívni. Pedig az épületet ugyanúgy kell fűteni, világítani, ha a fél csoport nincs bent betegség miatt. Ezen kívül azokra a napokra, amikor ki lehet adni a nyári szabadságokat, és el lehet végezni a tisztasági festést, nagy takarítást, szintén nem jár normatíva. A bölcsék csupán az év 251 napjára kapnak pénzt, vagyis komoly összegeket buknak minden egyes napon, amikor nincs bent elég vagy minden gyerek. Átlagokkal számolva egy 120 fős bölcsiben kb. 92 gyerek után lehet lehívni a normatívát. Ez teljes abszurdum. Az elmúlt héten nem csak velük dolgoztunk, de megpróbáltuk beosztani is a keresetüket egy hétre, ami 19.000 forint. Elárulhatom, hogy ez nem sikerült. A dolgozók bére megalázóan alacsony, átlag 78.000 forint, és akik ezt a kőkemény munkát végzik, kénytelenek filéres gondokkal küzdeni, rakosgatni a számlákat, és higgye el, szívszorító volt közelről látni, hogy csúsznak le egyfolytában. Január 1-től pedig még jobban elkeseredtek, mert még a gyermekes kedvezményt sem tudták kihasználni, olyan keveset keresnek, az adócsökkentés nem nekik, hanem a jómódúaknak jelent emelést. Kérdésem tehát, mikor tervezik megváltoztatni a normatíva számítás diszkriminatív módját és az óvodai kalkulációhoz közelíteni, és mikor látják be, hogy egy igazságtalan adórendszerre tovább lökik a lejtőn le az állami szolgáltatásokat a hátukon cipelő alsó középosztályt a teljes elszegényedés felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom válaszadásra a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony. Köszönöm szépen, hogy az első kérdését feloldotta és megválaszolta. Engedje meg, hogy én is ilyen személyes példával kezdjem. Néhány évvel ezelőtt én is sűrűn jártam bölcsődébe. Nem egy hétig önkéntes munkával, hanem apukaként minden nap, ahogy nyilván sokan voltunk így. Közelről láttam, ez egy önkormányzati bölcsőde volt, ráadásul abban a városban, amely az én választókörzetem is, Debrecenben, az Angyalföld téri bölcsőde.
Több gyermekem is járt ide, ugyanezeket a példákat akkor is láttam. Ráadásul akkor még a 2000-es évek közepén kevés bölcsőde is volt Magyarországon. Mert az egyik kérdés az, hogy a bölcsődék milyen állapotban vannak, és a másik kérdés az, hogy mennyi bölcsődét tudunk biztosítani azoknak, akiknek erre szükség.